A nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye már számos alkalommal hozott segítséget Kárpátaljára. Legutóbb például 10 nagy teljesítményű generátort adott át a munkácsi görögkatolikus egyházmegyének. Ahogyan eddig is próbáltuk segíteni a munkácsi egyházmegyét, most egy következő szállítmányt hoztunk az egyházmegye nevében, amiben generátorokkal próbáljuk segíteni az itt élő görögkatolikus paptestvéreket, és ezzel is próbáljuk segíteni, könnyíteni az ő életüket itt Kárpátalján. Az áramfejlesztőket előbb az ungvári Boldog Romzsa Tódor görögkatolikus teológiai akadémia és papnevelő intézetbe vitték, ahonnan a közeljövőben majd azokra a helyekre fogják eljuttatni az egyházmegyében, ahol a gyermekek és fiatalok lelki nevelésével és az idősek gondozásával foglalkoznak. Уже майже рік на протязі війни єпископ Авель Сочка із Нерегházi з Угорщини. Ábel püspök és a Nyíregyházi egyházmegye már egy éve támogat bennünket a Caritas révén. Most a Nyíregyházi Caritas igazgatója generátorokat hozott nekünk. Ezeket azért kértem tőlük, hogy el tudjuk látni a nővéreink által működtetett intézményeket. Ilyen például a Perecsenyi óvoda, ahol közel 30 gyermekkel foglalkoznak. Amikor áramszünet van, egy ilyen áramfejlesztő nagy segítséget jelent a számukra. Királymezőn, a Técsői járásban van egy idős otthon, amit szintén nővérek működtetnek. Nekik is szükségük van egy generátorra. Emellett a kolostorban is szükség van rájuk, ezért ez nagy ajándék. Szocska Ábel püspök már a háború kitörését követő első napokban aktívan bekapcsolódott a segítségnyújtásba, amikor a határokon át emberek ezrei menekültek a háború elől. A Magyarország és Szlovákia felé vezető határátkelőkön melegedő pontokat állítottunk fel. Ezekben a menekülő családoknak nyújtottunk támogatást. Ábel püspök az elsők között hozott nekünk segítséget, hálózsákokat, meleg ruhákat és élelmiszert is, de azóta is támogat bennünket. A generátorok átadására szimbolikus napon került sor, amikor is a munkácsi görögkatolikus egyházmegye szerzetesei a megszentelt életnapja alkalmából közös imádságra gyűltek össze Ungváron. Az eszközök célba juttatása hamarosan megvalósul.